Hölgyeim és Uraim, államtitkár úr, képviselő úr! Először is szeretném megköszönni a lehetőséget és a szervezők rugalmasságát, hogy betolakodhattam önök közé, és elmondhatok néhány dolgot, amit fontosnak tart a kormányzat és a minisztérium, és én magam személy szerint, mint a minisztérium vezetője, hogy egy ilyen jellegű konferencián elhangozzon. Különösen csábító volt számomra a rendezvény alcíme, ugye a tabuk nélkül. A biztos úr felvezetése az már biztosítja azt, hogy tabuk nélkül tudunk beszélni, hiszen anélkül, hogy most direkt polémiába bonyolodnék vele, az ő felvezetője tele volt prejudikálásokkal, amikre nyilván idővel meg kell adni a választ, és világossá kell tenni, hogy miben mi a kormányzat szerepe, miben mi a szakma szerepe, miben mi annak a munkamegosztásnak az arányait kell pontosan eltalálnunk, és mindennek a helyi értékét a megfelelő helyi érték táblázatba elhelyezni, hogy hol húzódik a határ a döntéshozói felelősség, a döntések előkészítésének felelőssége, amikor egy ország teljes energiarendszerének a jövőjéről beszélünk, és ennek a szakmai előkészítéséről. Azt szeretném előjáróban elmondani önöknek, hogy amit talán az elmúlt másfél év kormányzati politikájából nyilvánvalóan át kellett, hogy jöjjön, hogy a kormány stratégiai kérdésként kezeli a hazai fogyasztók biztonságos és megfizethető energiaellátását. A gazdasági fejlődéssel várhatóan növekvő energia szükséglet kielégítésére középtávon elsősorban a fosszilis energiahordozók vagy az atomenergia lehetnek alkalmasak, a megújulók részarányának várt és támogatott növekedése mellett is. A Magyarországon felhasznált földgáz vagy kőolaj azonban már jelenleg is döntő részben importból származik. Ezt mindannyian tudjuk. Az igények nagy arányú bővülése, ezért szükségképpen Magyarország energiafüggőségének fokozódásával járna együtt. A magyar kormány elsődleges nemzeti érdeknek tartja hazánk nemzetközi kitettségének mérséklését, a gazdaság geopolitikai mozgástér növelését. E megfontolások alapján világos és egyértelmű következtetésként adódik, hogy az atomenergia napjainkra jellemző meghatározó szerepe az energiaellátásban a továbbiakban is megőrzendő. A konferencia szervezőinek álláspontját osztva, ezzel együtt magam is úgy vélem, az atomenergia jövőbeni szerepéről érdemes és hasznos eszmét cserélni, és ennek az összes olyan a bevezetőben elhangzott kérdések megválaszolása mentén minden lényeges pontot meg kell válaszolnunk, mielőtt a végső döntést meghozzuk. Teljesen egyetértek a felvezetőben elhangzottakkal abban a vonatkozásban, hogy ilyen horderejű kérdésben nem születhetnek döntések zárt ajtók mögött. Nem is fognak. Tehát ezeket a kérdéseket a lehető legteljesebb mértékben a szakmával, a közvéleménnyel, a laikus közvéleménnyel is megosztva, az összes kockázatot mérlegelve kell meghozni, és azt hiszem, hogy a kormány eddigi tevékenysége ezen a területen ezt alátámasztja, hogy ez a politikánk, ez a szándékunk és ez a gyakorlatunk. A szakmai közmegegyezést alapfeltételként kezeltük a Nemzeti Energiastratégia megalkotásánál is, és hasonlóképpen tartjuk számon az előremutató következő döntések, meghatározó döntések esetében is. Hiszen ne felejtsük el, amit azt gondolom, hogy mindannyian tudunk, és ennek már inkább a politikai szakmai jelentősége a fontos, és nem az energia szakmai jelentősége önmagában, hogy bármilyen döntés, ha olyan döntés születik az atomenergia jövőjéről, amit a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jelen pillanatban is képvisel, tehát hogy támogatjuk az új blokkok megépítését, és tartósan építünk a jövőben is az atomenergia legalább ilyen arányú részesedésére a magyar energia mixben, ez a következő 50-60 évre határozza meg az ország energiahelyzetét, beleértve ennek a nem csak az energiaellátási, az energia szakmai részét, hanem a geopolitikai
következményeit is, azokat a nemzetközi és energiabiztonsági ellátási aspektusokat is, amelyek messze túlmutatnak önmagában az energiaterületen és Magyarország határain is adott esetben. A kormány és a szaktárca egyértelmű szándéka a közvélemény felelős és alapos tájékoztatása az atomenergia hazai hasznosításához kapcsolódó vizsgálatokról és tervekről. Engedjék meg, hogy most néhány szóban kitérjek a közelmúlt eseményeire is, hiszen Erzsébet is említette ezt a bevezetőjében. Ugye a fukushimai katasztrófa az sok szempontból a politikai döntéshozatal szempontjából is áttörést jelentett. Ugye áttörést jelentett abból a szempontból, hogy nagyon jelentősen felerősítette a társadalmi és politikai igényt, azt hiszem, hogy közösen lehet mondani, a nukleáris biztonsággal kapcsolatos eddigi intézkedéseink, eddigi történések felülvizsgálatára, és annak a megvizsgálására, hogy milyen potenciális gyengeségei vannak még mindig az atomenergia biztonságos felhasználásának, milyen olyan szervezeti, technológiai, az atomenergiához, az atomtechnológiához nem közvetlenül kapcsolódó lehet erősítés, biztonság erősítési lépésekre lehet szükség, amelyek tovább erősítik azokat a szempontokat, amelyek képesek lehetnek annyira, amennyire ez emberileg, politikailag és szakmailag lehetséges kezelni ezeket a kérdéseket. Teljesen nyilvánvaló, hogy teljesen rizikómentes erőmű működtetés sem atomban, sem másban nincsen. Tehát a vegyipari gyáraknak is megvan a maguk kockázata, az atomiparnak is megvan a maga kockázata, tehát én osztom azokat a nézeteket, amelyek kiemelt szerepet, kiemelt feladatot szánnak az energiabiztonsági, most hangsúlyozottan nem az ellátásbiztonságra gondolok, hanem a felhasználásbiztonságra, a működtetés, az operáció biztonságára gondolok ezeknek a kérdéseknek, hiszen teljesen 100%-os bizonyosságot semmire nem tudunk mondani. Ez teljesen egyértelmű. Pont a magyar elnökség idejére esett a fukushimai katasztrófa, amelynek bekövetkezte után, ugye haladéktalanul összehívtunk egy rendkívüli energiaminiszteri tanácsülést, ami már megelőzött a német atomdöntés, tehát ez egy nagyon érdekes helyzet volt, hiszen két dologgal kellett egyszerre foglalkozni a alapjában zárt ajtók mögött az energiaminisztereknek. Az egyik a Fukushima és következményei, az azonnali szükséges lépések, amelyek részben szakmaiak, részben politikai természetűek voltak, másrészt pedig a német atomdöntésnek az azonnali kalkulálható kihatásai az európai energia piacokra, illetve döntésekre. Nyilvánvaló, hogy egyértelmű nézetkülönbség volt kezdetektől fogva azon országok között, amelyek erőteljesen építenek az atomenergiára, és azokra és azon országok között, amelyek vagy kívül vannak, vagy távolodnak. Egy dologban azonban teljes egyetértés volt, hogy minden országnak egyformán érdeke az atomenergia biztonságával való foglalkozás, hiszen ha katasztrófa van, az ugye a határokat átlépi, nem tesz különbséget, hogy melyik országról van szó. Másrészt pedig az egységes európai energiaellátási rendszerben nehéz az adott egységnyi energiát megkülönböztetni, hogy milyen energiaforrásból került előállításra. Tehát ez többször el is hangzott egyébként az zárt ajtók mögötti vitákban is különböző országok között, hogy ezt a alapvetően politikai erkölcsi dilemmát, hogy hogyan kezelik egyes országok azt a kérdést, hogy miközben lemondanak, vagy visszalépnek, vagy még határozottabban elítélik az atomenergia felhasználását, ugyanakkor a nemzetközi energiacsere rendszerben és a nemzetközi energiafelhasználási rendszerben bátran építenek a más országokban atomerőművekben előállított energia hazai felhasználására.
Tehát itt számos, ez mutatja, hogy, hogy nagyon sok a politikán és az energiapolitik, azon belül az energiapolitikán messze túlmutató vitapont van ma is az országok között. Ennek a tanácsülésnek volt az, a legfontosabb eredménye, hogy ez adta ki, ez döntött arról, hogy kiadja a mandátumot a bizottságnak, illetve az egyéb európai szervezeteknek az úgynevezett stressztesztek megszervezésére, lebonyolítására. Ezt követően került sor azokra a vitákra ENSZ-regen és más intézményeken belül, hogy milyen természete, milyen tartalma, milyen menetrendje legyen ezeknek a célzott biztonsági felülvizsgálatoknak. El kell, hogy mondjam önöknek, hogy rendkívül pozitív volt az unión kívüli atomhatalmaknak a hozzáállása ez a kérdéshez. Nagyon együttműködőek voltak az oroszok az első pillanattól kezdve az unióval is, és velünk kapcsolatban is. És ugyanez érvényes természetesen az Egyesült Államokra is, és Kínára is. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a fukushimai katasztrófa és tragédia az egy szempontból mindenképpen pozitív eredményt hozott, hogy azokat az egyébként még az atom területén is meglévő együttműködési zavarokat háttérbe szorította az egyes országok között, és egy nagyfokú szolidaritási helyzetet tudott előállítani. Ennek megfelelően, bocsánat, még egy dolgot hadd mondjak el, ami egy ilyen kicsit hálószoba titok jellegű, de ez fontos, hogy ami, ugye volt egy fennakadás akkor a vitában az uniós tagországok között, elsősorban a tagországok és a bizottság között, aminek a természete az volt, hogy a bizottság egy teljesen kiterjesztő hatályú vizsgálatot szeretett volna, beleértve a nemzetbiztonsági jellegű vizsgálatokat is, aminek viszont ugye a tagállamok többsége jelentősen ellenállt, hiszen az antiterrorista intézkedések természete, annak a belső szabályozása, menetrendje olyan típusú nemzetbiztonsági ügy, amit nem akartak sem az energiaszakértők órára kötni, sem pedig felfedni olyan nemzetközi szervezetek előtt, amelyeknek semmi közük a nemzetbiztonsági eljárásokhoz, menetrendekhez. Emiatt heteket csúszott egyébként akkor a végső döntés, a stresszteszt végső formáját, tartalmát és menetét illetően. Végül is ugye mi március végén elindultunk a saját stressztesztünkkel, és gyakorlatilag, ahogy ígértük az ősz folyamán, az ősz végére ezt sikerült is, vagy közepére sikerült a stressztesztet lebonyolítanunk. Az köztes előrehaladási jelentést a Paksi atomerőmű megtette augusztus közepén, átadta az Országos Atomenergia Hivatalnak, és ez alapján az előzetes nemzeti jelentést elkészítettük az Európai Bizottság számára. Majd az eredeti ütemezésnek megfelelően október végéig elkészült a végleges jelentés, és ezt az Atomenergia Hivatal meg is kapta. Ez az, amit mai nap folyamán a véglegesített formáját elérhetővé tesszük a honlapunkon, tehát mostantól kezdve, ahogy éppen beszélek, erre időzítve elérhető a teljes szövege a magyarországi atomerőmű célzott biztonsági felülvizsgálatának, az úgynevezett stressztesztnek. Ezt a kormány a korábbi ülésén jóvá hagyta, elfogadta. A végleges jelentés főbb megállapításai között szerepel, hogy az erőmű megfelelő védelemmel rendelkezik a földrengések ellen. A Duna áradása a telep helyett, annak magasabb elhelyezkedése és kialakítása miatt nem veszélyezteti. A folyó rendkívül alacsony vízszintjének esetleges bekövetkeztét az erőmű megfelelő műszaki felkészültséggel biztonságosan kezelni tudja. Az elemzés kitért az egyik legfontosabb biztonsági kockázatra, az áramellátás és a hűtővízellátás pótlására is, ami a létesítmény biztonságos fenntartásának elengedhetetlen követelménye. A vizsgálat itt is azt mutatta ki, hogy az erőmű erre az esetre jól felkészült, a reaktorok hűtéséhez a rendelkezésre álló tartalékok elegendőek. A vizsgálatok alapján összességében megállapítható, hogy a célzott biztonsági felülvizsgálat eredményei azonnali beavatkozást nem tesznek szükségessé a Paksi atomerőműben.
Itt hadd jegyezzem meg, hogy ezek mellett mintegy 18 intézkedést javasol ez a felülvizsgálat annak érdekében, amelyeknek az időhorizontja nem azonnali intézkedést követel, ahogy ezt jeleztem, hanem fokozatosan, folyamatosan olyan természetű biztonságjavító intézkedéseket javasol, ami egyrészt azon elemekhez kapcsolódik, amelyek közvetlenül nem nukleáris technológiát tartalmaznak, tehát azon környezeti kiegészítő, más egységeket magukba foglaló épületek földrengés biztonságának a javítását, olyan addicionális javítást igényelnek a hűtési rendszeren, amelyek bővítést igényelnek, amelyek szinte gyakorlatilag kizártá teszik az olyan típusú következmények előállását, független attól, hogy mi a kiváltó oka, mint ami Fukushimánál előállt. Tehát ezek részletesen olvashatók a honlapunkon még egyszer, tehát ezeknek a részletezésébe részben időhiány miatt is nem mennék bele, részben önöknek, mint szakembereknek, a nukleáris energiával is foglalkozó szakértőknek ezek nyilván sokat fognak mondani, el fogják mondani ennek az értelmét, a tartalmát, ezt önök megfelelően értelmezni tudják. A december 31-kel a végleges jelentést az Európai Unióhoz eljuttatnunk. Ezt követően az Unió összegezni fogja a nemzeti jelentéseket, és a tavasz folyamán tételes felülvizsgálatot fog tartani. Tehát nem lehetett bármit leírni, csak megalapozott vizsgálati eredményeket lehetett leírni. A meghatározott vizsgálati, tehát egységes vizsgálati tematika alapján és egységes módszertan alapján az EU minden uniós tagország atomerőművi felülvizsgálatát felül fogja vizsgálni, és ezután születik meg a végső döntés, mert egyenként jóvá kell hagynia a vizsgálati eredményeket. Tehát valójában a legvégső jóváhagyás az jövő év közepe tájára, valamikor május-június tájára várható, amikor is a bizottság ki fogja adni a végleges jelentését a stressztesztekről, a helyszíni ellenőrzés eredményének a vizsgálatában, felülvizsgálatának eredményeképpen. A mostani álláspontunk szerint, miután azt gondoljuk, hogy a vizsgálatban teljes mértékben betartottuk az összes szükséges előírást, ami a legmagasabb szintű objektív eredményre vezetett, ezért a kormány álláspontja az, hogy nincs okunk megváltoztatni a korábbi a Nemzeti Energia Stratégiában foglalt álláspontot, amely az atomenergia felhasználására vonatkozik Magyarországon. Tehát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egy olyan jelentést készít elő, és egy olyan javaslatot tesz majd le a kormány asztalára, amely már tartalmazni fogja a paksi bővítéssel kapcsolatos javaslatokat, és felhatalmazást fog kérni a kormánytól arra nézve, hogy az ehhez szükséges dokumentációt véglegesítse, és szükségesnek megfelelő nyilvánosságra hozza, és ezt előzetes vitára bocsássa. Tehát azt gondolom, hogy ez a menetrend, ez tartható lesz, és valamikor a következő év folyamán ennek eredményeképpen, amennyiben fennmarad a pozitív döntési, ilyen értelemben pozitív döntési állapot, nem vagyok benne biztos, hogy ezt mindenki pozitív jelzővel illeti, akkor ennek megfelelően a nemzetközi nyílt közbeszerzési tendert ki lehet írni, amelyet nyilván rendkívül komoly nemzetközi figyelem fog követni. Hadd mondjak néhány dolgot, ami a döntéshozói oldalról szempontokat ad önöknek a kalkulációhoz. Az egyik, hogy én öt olyan szempontot szeretnék említeni önöknek, amely az energia mixünkkel kapcsolatos kormányzati döntéshozatat alapjában befolyásolja. Nem feltétlenül prioritás sorrendben mondom ezt az öt szempontot, mert nyilván ezeknek a belső dinamikája időszak korszakról korszakra, konkrét helyzetről konkrét helyzetre változhat. Azonban abban biztos vagyok, hogy az ötnek együttesen kell szerepet játszania, nem külön-külön, hanem együttesen összhatásában kell szerepet játszania abban,
hogy milyen döntés születik arról, hogy a következő évtizedekre előre, ugye, ahogy ezt említettem, atomerőmű esetében 50-60 évre előre, milyen típusú döntés születik. Az első a fenntarthatóság kérdése. A második szempont az energiahatékonyságnak a kérdése önmagában is kiemelve. A harmadik az ellátásbiztonság kérdése, negyedik a függetlenség, és ötödik a finanszírozhatóság kérdése. Azt azért szeretném jelezni, hogy tudatosan helyeztem ötödik helyre a finanszírozhatóságot. A finanszírozás kiemelten fontos kérdés. Ez nyilvánvaló mindannyiunk számára. Nem csak ez békés helyzetben, nyugodt helyzetben is az, hát még válsághelyzetben. Ez nem is kérdés. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy az első négy szempont az előtte kell, hogy jöjjön. Tehát a finanszírozási megfontolásokat meg kell, hogy előzze a fenntarthatóság, az energiahatékonyság, ilyen értelemben ugye a hosszú távú klímacéloknak az érvényesítése, elérése is, az energiaellátás biztonsága és az energiafüggetlenség összességében szerintem elsőbséget kell, hogy élvezzen, azzal együtt, hogy a finanszírozhatóság ugyanúgy része marad a döntéshozatalunknak. A meggyőződésem az, hogy itt sok verziót nem tudunk asztalra tenni. Itt alapjában két választás van szerintem. Egyszerűen döntéshozói oldalról nézve. Nyilván elméleti vitákat lehet folytatni egyéb lehetséges kombinációkról. Az egyik verzió az, hogy hagyjuk kifutni a paksi atomerőművet, és nem építünk újat. A másik verzió, hogy építünk. Tehát harmadik lehetőség szerintem kormányzati oldalról nincsen. Ez azt jelenti, hogy ezeket a szempontokat, ezt az öt szempontot külön-külön és összhatásában mérlegelve kell a döntést meghozni. Az a kérdés, hogy felállítható-e egy olyan képlet, ami azt mondja, hogyha kiváltanánk a nukleáris energiát Magyarországon, akkor ezt olcsóbban, hatékonyabban, fenntarthatóbban, energiaellátási biztonság szempontjából biztonságosabban, és energiafüggetlenség oldalról függetlenebb lesz az ország energiaellátása és geopolitikai és gazdaságpolitikai helyzete, hogyha kiváltjuk az atomenergiát. Ez az első kérdés szerintem, amit kormányzati oldalról mérlegelni kell. Nyilvánvaló azokat alapul véve, hogy azokat a biztonsági követelményeket, amelyeket ma a világban a legmagasabb szinten meg lehet követelni az atomenergia felhasználásával kapcsolatban, azt az ország teljesíteni tudja. Mert ha nem tudná teljesíteni, akkor nyilvánvaló, hogy ezek a dilemmák nem lennének dilemmák, hát akkor nincs választási lehetőség. Tehát én abból indulok ki, hogy van választási lehetőség. Azért van választási lehetőség, mert a ma ismert legmagasabb technológiai szint mellett elérhető egy olyan biztonsági szintje az atomenergia felhasználásnak, amely alternatívává teszi az atomenergia felhasználását. Tehát ha ezt valaki nem fogadja el, akkor nyilvánvaló, hogy nem tudunk egy alapról vitatkozni, még akkor is, hogyha különbözőképpen értékeljük az eredményét. Tehát én azt gondolom, hogy az én álláspontom az, hogy ma Magyarországon és a következő 10-15 évben nincs alternatívája annak, hogy kiváltsuk az atomenergiát. Ez az alaptézisem. Az is egy alaptézisem, hogy ezt a döntést mostanság kell meghozni. Nem ma, talán nem holnap, de mostanság kell meghozni, hiszen olyan időigénye van, mint bármilyen ilyen típusú energiadöntésnek, az infrastruktúra fejlesztéstől az egyéb feltételeken keresztül, amelyek miatt, ha komolyan azt gondoljuk, hogy a paksi élettartam elmúltával megoldást kell találnunk, annak a döntését, vagy azokat a döntéseket a közeli jövőben kell meghoznunk. Az a helyzet, hogy természetesen sokat lehet javítani az ország energiahelyzetén drasztikus energiahatékonyság javításával. Lehet csökkenteni az energiafelhasználást, komoly erőfeszítéseket lehet tenni arra, hogy
hogy az energiafelhasználáson belül például a gázfüggőségünket csökkentsük. Nyilvánvaló, ezzel csökken az ország kitettsége is, hiszen azt is tudjuk, hogy a gázfüggőségünk az meglehetősen egyoldalú a beszállítási irányokat és a beszállítási útvonalakat nézve is, hiszen a diverzifikáció jelenlegi szintje alacsony minden vonatkozásban. Azt is tudjuk, hogy azok az alternatív megoldások, amelyeket az Európai Unió közösen azzal az erővel próbál kialakítani, amely a 27 ország közös fellépésében közte olyan gazdaság, mint a német, a francia gazdaság erejének a felhasználásával együtt történik, ezek is botladozó megoldások jelen pillanatban. Gondoljunk a Nabucco helyzetére, a legfrissebb helyzetre, ami pontosan a bizottság irányából jövő és az Európai Unió tetejéről jövő, hogy is mondjam csak, negatívabbá fordult, vagy negatívra fordult várakozások a Nabucco megvalósíthatóságával jövő évvel kapcsolatban. Ugyanígy az agri vezetékkel kapcsolatos problémák. Tehát valójában, hogyha innen nézzük a dolgot, akkor azt látjuk, hogy lehet ezen a helyzeten valamennyit javítani. Például lehet, már az is javításnak tekinthető, hogyha alternatív útvonalak tudnak létrejönni. Legyen az déli áramlat, vagy bármi más. Már önmagában ez is javíthat a helyzeten, ugyanakkor az is világos, hogy ez nem lesz megoldás. Ezért dolgozunk azon, és ezt ugye időről időre a sajtóban meg is jelentek részben nyilatkozatok, részben közlemények arról, hogy a Fejlesztési Minisztérium milyen tárgyalásokat folytatott ezügyben Olaszországban, Norvégiában, és milyen V4-es együttműködési irányokat próbálunk kialakítani, amelyek jelentős mértékben javíthatják Magyarország jelenlegi rászorultsági, kitettségi, függőségi helyzetét bizonyos földrajzi és politikai irányokhoz képest. Ez azonban azt a problémát nem kezeli, hogy van egy energiamixünk, amiben van egy adott felhasználási arány. Én nekem még egyszer azt gondolom, és ez biztosan sokan vitatják, hogy jelen pillanatban azok a megújuló energiaforrások, amelyek Magyarország számára elérhetők, illetve elérhetővé tehetők, illetve olyan forrás helyzetben, amilyen forrás helyzet ma Európában és Magyarországon van, olyan mértékben felhasználhatók lennének, hogy az ország energiatermelésének 42%-át adó paksi atomerőművet ki lehet iktatni. Én ezt biztosan merem állítani, még egyszer abból a felelősségből kiindulva, amiben energiaügyekért felelős miniszterként nyilatkozom, ezt nem tudjuk megtenni. Azok a számítások, amiket a Nemzetközi Energiaügynökség végzett és publikált, és más szervezetek OECD-n belül vagy kívül publikáltak, azok számomra azt mutatják, hogy az atomenergia kiváltása és a megújuló energiával való kiváltása, tehát ilyen nagymértékű megújuló energiaforrás bővítés egy olyan országban, mint Magyarországon, azzal a széltérképpel, azokkal az adottságokkal, amelyekkel mi rendelkezünk, ezeknek a költsége rendkívül magas lenne. Rendkívül magas lenne az a végfelhasználói ár, amit a nap végén ugye az állampolgárokkal, a vállalatokkal, a magyar gazdasággal meg kéne fizettetni. Belátom azt is, és ezzel kapcsolatban nyilván van, önmagában az nem érv, hogy az atomenergia előállítási költsége is magasabb lesz, mint magasabb volt eddig. Ezt én nem vitatom. Tehát azt gondolom, hogy az összes, ezért is helyezem a végére az öt szempontból a finanszírozhatóságot, és veszem előre azokat a szempontokat, amelyek az életminőség, a versenyképesség, a fenntarthatóság szempontjából meghatározóbb jellegűek. Nincs nagyon több idő, mit jelezte Erzsébet, hogy 2 percem van, úgyhogy igyekszem akkor az összefoglalni, mert szívesen beszéltem volna azokról a szempontokról, amelyeket mi
kormányzati oldalról a német atomdöntéssel kapcsolatban látunk, és hogy azt szerintünk milyen folyamatokat indít el Közép-Kelet-Európában, milyen új együttműködési formákat indíthat el a közép-kelet-európai országok között az energiatermelés, felhasználás és az energiacsere szempontjából, ami szintén befolyásolhatja azt, hogy Magyarország energiaellátása miként fog alakulni, és ehhez képest is lehet alakítanunk az energia mixet. Én azt gondolom összefoglalásképpen, hogy dacára annak, hogy most gazdasági válság van, és dacára annak, hogy Magyarország az adott pénzügyi keretek és adott Európai Uniós források adta keretek között erőfeszítéseket tesz a megújuló energiák előrehozatalára, erőfeszítéseket tesz az energiahatékonyság növelésére. Ez talán ismert önök előtt, hogy a Fejlesztési Minisztérium egy javaslatot tett le a kormány elé jelentős forrásátcsoportosításra az Európai Uniós forrásokon belül, amelyeket hamarosan Brüsszellel kell egyeztetnünk, mert ez nem saját döntésünk, hanem Brüsszel jóváhagyása kell hozzá, amelynek pontosan az lenne a célja, hogy mintegy 150-160 milliárd forint értékben csoportosítsunk át forrásokat az energiahatékonysági projektekre. Tehát azt szeretném ezzel jelezni, hogy a kormány az én megítélésem szerint érti azt a problémát, hogy egyszerre kell biztosítani a megújuló energiaforrások szerepének növekedését, egyszerre kell biztosítani mindentől függetlenül az energiatakarékosság, az energiahatékonyság szempontjainak az érvényesülését, nem csak energiapolitika, hanem életminőség, gazdaságosság és egyéb szempontok miatt is, és ezzel együtt viszont most kell döntést hozni arról, hogy kiváltható-e Magyarországon olcsóbb, biztonságosabb, függetlenebb, fenntarthatóbb és hatékonyabb megoldással az atomenergia. A mi álláspontunk az, hogy nem váltható ki, ezért egyszerre kell érvényesítenünk minden kockázata mellett, gazdasági és egyéb kockázata mellett egyszerre kell érvényesítenünk az előbb elmondott folyamatokat és az atomerőmű bővítést. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.